Felnőtt labdarúgóink július 9-én hazai környezetben kezdték el a felkészülést, majd július 23-ától két héten keresztül Tatán gyűjtötték az erőt a bajnokságra. Együttesünk 4 felkészülési találkozót játszott le az edzőtáborozás ideje alatt. Július 25-én a Tatabánya ellen 2-1-es vereséget szenvedtek Bagiék, míg 3 nappal később az FTC tartalék csapata vendégeként 2-2-es döntetlent játszottak. Együttesünkben a két összecsapáson pályára lépett Szallai Vilmos, aki az Újpest második csapatában szerepelt legutóbb. A próbajátékon lévő 21 éves védő jó benyomást tett a szakmai stábra, ennek köszönhetően szinte biztosan Mezőkövesden folytatja majd pályafutását. Együttesünk a második héten 2 értékes sikerrel folytatta az edzőtáborozást, amely kellő önbizalmat adhat a tétmérkőzéseken. Bogdányék a Gyirmok csapatát 2-1-re, a Haladás tartalékgárdáját pedig 5-1-re győzték le. A játékos kerettel kapcsolatban szinte minden nyitott kérdés lezárult a közelmúltban. Weber György vezetőedző véleménye szerint abban az esetben, ha lesz módosítás, akkor is már csak minimális változás várható a keretben. A csapatból különböző okok miatt 10 játékos búcsúzott Mezőkövestől a nyáron, ezzel szemben 8 labdarúgó döntött úgy, hogy városunkban folytatja szereplését. Július 30-án elkészítették a Magyar Kupa országos főtábla első fordulójának párosításait a Magyar Labdarúgó Szövetségben, így együttesünk hétvégén megkezdi kupa szereplését. Városunk felnőtt labdarúgó csapata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályú Nyírkarász vendégeként vívhatja ki a továbbjutást, amely egy mérkőzésen dől majd el. A papírforma alapján egyértelműen továbbjutási reményekkel lépnek pályára a labdarúgóink. A Magyar Kupa országos főtábla első fordulójának hivatalos időpontja augusztus 12-e vasárnap 17 óra lesz.